Az utolsó fázisába érkezett az NKC felkészülése. A csapat Zsinorban vívja az edzőmeccseket, az utolsót pénteken este a szintén NB1-B-s Békés ellen játsza majd a csapat. A nyári szünetben több poszton változott a Nyíregyháza kerete. Visszatérők idézőjelben nem volt nagy különbség az, hogy most hova érkeztek vissza, hisz már játszottak itt. Az Erdős Zolira gondolok, a Vasas Gyurcira, a Gadnai Attilára. Akinek a játéka volt egy kicsit kérdéses, a Sándor Ákos, ő Gyöngyösről érkezett, de az ő profizmus és a rutinja, azt mondom, hogy semmi zökkenés nem volt ebben, hogy illeszkedik be, érzi a játékot, a csapattal össze tud szokni. Aki kérdéses lesz, inkább azt mondom, az Urbán Egon, aki úgy szintén Gyöngyösről érkezik. Sajnos még nem találkoztunk vele, mert elsősorban áll az NB1-es csapat az elsődleges, itt a felkészülés folyamán. Bízok abban, hogy talán a pénteki mérkőzésen ő is meg fog jelenni, és megpróbáljuk beilleszteni a játékba. A bajnokságban az első találkozót szeptember 11-én vívja az NKC a Török Szent Miklós ellen. Óriási csata várható az élmezőnyben, mivel több gárda is alaposan megerősödött. Idén 3 szabolcsi együttes is szerepel a másodosztályban, a Nyíregyháza és a Nyírbátor mellé a Tiszavasvári is feljutott.